Szeretettel köszöntöm a hívószóra ideérkezetteket. Hadd kérdezzem itt mindjárt az elején, hogy van, aki először van itt a házban? Ebben a teremben? Azért néhányan igen. Sajgó Szabolcs vagyok, a háznak a vezetője. Tudják, a házat úgy hívják, a Párbeszédháza. Ebből lesz itt most bőven. És hogy Magyar Jezsuita Rendtartománynak egy olyan intézménye, ahol próbálunk magunkba ásni, keresni értékeket, és akkor kiállni, hogy na, beszélgessünk ezekről kölcsönösen, akik hasonlóan így vannak, föl tudnak-e ajánlani valamit a közös gyarapodásra. Szóval ennek a jegyében történnek a párbeszédek, ma este is. Tudják, hogy a keret, amiben mindez történik, az a művész úrnak, Madarasi Istvánnak, hol is ül, itt ül legelől, bocsánat, a gyönyörű kiállítása 100 szoborképpel és 100 befogadás segítő vázlattal egy emelettel följebb lehet látni. Van, aki már látta azt a kiállítást? Vagy úgy kérdezem, ki nem látta még? Ki nem látta még. És akkor arra lehet számítani, hogy az itteni beszélgetés után kinyílnak az ajtók, és az alkotóval együtt ott fönt el tudunk tölteni több-kevesebb időt, nézni az alkotásokat, és ha vannak kérdések, akkor a válasz reményében föltenni őket. Ez a kiállítás adta, ennek a tervezése adta az ötletet, hogy ne csak egyszerűen kirakjuk a kiállítást, és amikor elmúlt, akkor eltüntessük, hanem hogy adjunk nagy súlyt sok kísérő rendezvénnyel ennek a kiállításnak. Hát ennek a jegyében vagyunk most itt. Egy nagyon szép esemény volt, egy orgona ősbemutató fönt a kápolna új orgonáján, Horváth Márton Levente direkt erre az alkalomra írt zeneműve, egy háromrészes orgonadarab, Madaradante címmel került előadásra a zeneszerző és orgonaművész és zenetanárnak az előadásában. Ezt aztán már meg is ismételtük, és most úgy néz ki, hogy egy kicsit tovább nyitva tudjuk tartani majd a kiállítást, és talán egy harmadik alkalomra is sor kerül, amikor ezt az orgonaművet hallgathatjuk. A kísérő rendezvények között vannak irodalmi, Baranyi Ferenc is járt itten már, beszámolt a poklairól, a pokláról, vagy a pokol bugyrairól, ami, hogy ő újraélte Dante szövegében, és ahogy most a 9. éneknél tart a Purgatórium fordításában, és aztán aki mással együtt, aki dolgozik, úgy tűnik, hogy majd lesz egy újabb teljes új fordítása a Divina Komédiának. Aztán ugye olvassuk a könyvnek az ajánlásán hátul, hogy Dante sovány, nagyórú, keserű ember volt. És aztán a napokban, vagy nem régen volt egy hívószónak tekintve, a Boldog Dantéról szóló, nemrég megjelent könyvvel, a szerzőjével egy nagyon szép beszélgetés és este. Aztán még zenei rendezvények, tegnap este éppen itt volt Szakcsi Lakatos Béla és Kati Horváth Lajos, hogy a kivetített, kiállított képeknek az ihletésére és egymásra kacsingatva valami nagyszerű improvizációt tartsanak, és tényleg az volt egy nagyon, nagyon kiemelkedő esemény. Holnap este pedig Ránki Dezső jön majd Klukon Edittel, és Lisztnek a Dante szimfóniáját fogja majd két zongorán előadni, és hát kortárs darabokat is hallhatunk majd tőlük. Szombaton pedig majd egy dantisztikai konferencia lesz Kelemen János elnökletével délután 4-kor. És aztán mennek tovább az események, majd októberben
egészen még nem sikerült lefixálni pontosan az eredetileg október 7-ére tervezett befejezése mikor lesz, de úgy tűnik, hogy 20-a után valamikor addig sikerül kitolni. Nagyon nagy az érdeklődés, hála Istennek. Ugye tavaly volt Dantének a születése 750. évfordulója, és ez is volt amögött, hogy végül is mostanra ez a kiállítás elkészült. Augusztus végén, szeptember elején még hűteni kellett a darabok, egyik műtárgyakat, hogy aztán itt ki lehessen állítani, hiszen nagyon frissek, itt van először kiállítva, és innen aztán megy Firencébe, hogy ahol már bemutatták 2011-ben a poklot és 2013-ban a purgatóriumot, most az egészet a paradicsommal kiegészült, ahogy reméljük a mi életünk is majd kiegészül a paradicsommal, pokolbéli és purgatóriumi tapasztalataink nyomán, hogy ott aztán bemutassák az egészet. És ez majd december 6-án van, aki keresi a repülőjegyeket vagy vonatjegyeket, tudja, hogy úgy időzítse. Ott majd be fogják mutatni Firenze egyik templomában a Madara Dante orgona darabot is, szintén horvát a szerzőnek az előadásában, Horváth Márton Levente előadásában. Hát ennyit így felkonferálásul az esnek. Hadd indítsam el ezt a lapot. Van olyan, aki nem kapja a Párbeszédházának a rendszeres hírlevelét, hetente szoktunk kiküldeni egyet. Ha valaki nem kapja és szeretné kapni, a nevét, e-mailjét írja föl, és aztán mostantól kezdve akkor kapja, amíg le nem mondja. A mai estéről, ahogy a hirdetésekben is olvashatták, és a hívószóra, hogy jöttek, hogy Nádasdy Ádám műfordító, Mátyus Norbert a kötet szaklektora, fog beszélgetni, és moderálja Várkonyi Borbála esztéta, és akkor nagyon gazdag jó beszélgetést, párbeszédelést és szórakozást. Én is szeretetek mindenkit. Így hallható. Szeretettel köszöntök én is mindenkit itt a Párbeszédházában, különösen beszélgető társaimat, Nádasdy Ádámot és Mátyus Norbertet. És rögtön egy személyesebb kérdéssel fordulok Nádasdy Ádám felé. Korábbi köteteinek néhány verse megidézte számomra Dantének az isteni színjátékát, illetve néhány olyan motivumot vettem észre a verseiben, amelyek emlékeztettek a pokol bugyraiban fövő embereknek a leírására, illetve a velük való diskurálásra, illetve az alászállásnak a motivuma is erősen megjelent egy-egy szövegben. Olyannyira, hogy az egyik versben ezt olvashatjuk, megnyugtatóbb a pincék pincéjébe lemenni, az ember visszaiszkol az ismerős mélybe. Foglalkoztatta korábban Dante költészete, és mikor ért meg a vágy önben, hogy lefordítsa az isteni színjátékot? Köszönöm szépen, nekem van ilyen mikroportom, jó estét kívánok. Olasz szakot végeztem az egyetemen, az angol mellett, és ott volt komolyan Dante, ugye latinosan úgy hívják Lectura Dantis, Dante olvasása, Kardos Tibor professzorral, aki szigorú ember volt, és megszerettette velünk, vagy pontosabban velem, nem mindenkivel, a lábjegyzeteket. Megtanított arra, hogy az ember olyan kiadást használjon, amiben lábjegyzetek vannak, és ezért most én is olyan kiadást csináltam, amiben lábjegyzetek vannak. És sokan előbb a lábjegyzeteket olvassák el az adott oldalon, és utána a szöveget, egy nehéz szöveg esetében ez valóban indokolt. Mindig is szerettem a középkort, ugye nyelvész képzettségű vagyok, nem ijedek meg attól, hogy egy szöveg régies, meg hogy sok apró betűs kommentár van hozzá. De ennél régebbre nyúlnék vissza, a szüleim a zenészek voltak, és az operaházban dolgoztak, és tudtak olaszul mind a ketten, hát érthetően ez ezzel a mesterséggel együtt jár.
És otthon például voltak Dante kötetek, volt egy szép, nagy, illusztrált kötet például, német nyelvű kötet is, magyarul is megvolt a Babits, és ők úgy beszéltek róla, mint ami hát úgy van, egy létező dologról, az isteni színjátékról. De aztán hosszú idő kellett, hogy én ehhez hozzányúljak, hogy azt is mondhassam, hogy elég önbizalmam lett ahhoz, hogy ezt csináljam, és hogy a magam módján csináljam, hogy kialakítsak egy stílust, amiről úgy érzem, hogy költőinek költői, de nem pontosan úgy, ahogy Dante írta meg, tehát ugye ő rímes formában írta meg, én rímtelen költői formát használtam, úgy éreztem, hogy ez nekem jobban megy, meg hogy a modern kornak az ízlésének ez jobban megfelel. Hát egy olyan 10 évvel ezelőtt volt az, hogy elmondhatom talán, egy barátommal karácsony este úgy hozták különböző véletlenek, hogy együtt voltunk ő neki, már a szülei meghaltak, egy idős nagynénikéje volt, és az élettársnője az ott hagyta őt nem régen, és így egyedül volt. És én otthon azt tanultam, hogyha valakiről halljuk, hogy karácsony este egyedül van, akkor azt meg kell hívni. Mert az nem jó, ha valaki a karácsonyt egyedül tölti, és meghívtam. És én is különböző rokonoknál levizitáltam, ő is, és hát akkor együtt iszogattunk. És akkor hát ilyenkor mit csinál az ember? Hát olvassunk valami jó nehezet, és lekaptuk az isteni színjátékot a Babits fordításában a Paradicsomot, és olvastuk, és hát bizony nehezen értettük, ezt kell mondanom, talán egy kicsit már az ital is bennünk volt, de azért mégis hát 2 diplomás művelt bölcsész ember voltunk, és akkor elkezdtünk beszélgetni, hogy talán nem ártana ebből egy újabb fordítás, akkor ezen én gondolkoztam. Akkor a Magvető kiadóhoz elmentem, hogy vajon érdekelné őket, mondták, hogy érdekelné, és hát akkor szép lassan elkezdtem csinálni. Olasz szakos, vagy ahogy mondjuk italianista barátaim, például Mátyus Norbert tanácsára nem sorba mentem, hanem előbb megcsináltam a Poklot, aztán a Paradicsomot, mert az a legnehezebb, mondták ők, és igazuk volt, és aztán visszatértem a Purgatóriumhoz, ami talán a fordítónak azért könnyebb, mert több ember és több esemény van benne. A Paradicsom absztraktabb sokkal, nem jelennek meg már arcok, csak fények pulzálnak, akik beszélnek, beszélnek, de látvány, leírás már emberekről alig van. És hát ez nehezebb azért a fordítónak, mert könnyebb olyasmit fordítani, hogy nem tudom én, jóságos, ráncos arcával rám mosolygott, de hát ilyen nincsen benne. Így aztán elkészítettem, és valóban hát 8 éven át tartott a munka, de nem minden nap ezt csináltam. 100 énekből áll a mű, és jegyeztem, egy ének lefordítása, ha tényleg azt csináltam, akkor 1 hét alatt lezajlott. Tehát ez 107 volna tisztán. Az 2 év, hogyha így összesűrítjük, de hát közben mást is csináltam, meg el is fárad az ember, és nem szabad ezt hajtani. Hát tulajdonképp így, még valamit el kell mondanom. Egy barátnőmnek segítettünk az új lakását egy kicsit berendezni, és mondta, hogy csináljunk ilyen spejzstelázsit, és akkor csináltunk fából, de a legmagasabb polc az már ott volt, és oda fölmásztam, és ott hevert egy kötet, Divina Commedia olaszul. Hát ő vonogatta a vállát, és mondta, hogy biztos az előző lakó valami tanárember volt, és hát biztos attól maradt itt. Mondom, elvihetem? Hát persze, mondta, ő nem tud olaszul, vigyem el. És akkor elvittem, és ez a Vandelli féle, hát a maga idejében 1921-es klasszikus kiadás volt. És ezt is intőjelnek éreztem, hogy ezzel foglalkoznak. Köszönjük szépen. Mátyus tanár úrhoz fordulok ugyanezzel a kérdéssel, csak most egy kicsit inkább Babits felől közelítve, hiszen tudjuk, hogy őt pécsi tanulmányai alatt ragadta magával az isteni színjáték, illetve ott volt egy ilyen nagy találkozás, és tanár urat kérdezném, hogy mikor volt az életében egy ilyen megragadottság, élmény, ami talán ugyanannyira, mint Babitsot, vagy
az előttünk szóló Nádasdy Ádámot bevonzotta az isteni színjáték rejtelmeibe. Köszönöm szépen. Én is mindenkit nagy szeretettel üdvözlök, jó estét kívánok. Hogy engem mikor ért, azt így nem is tudom megmondani. Amikor egyetemista koromban tanultuk, és nagyon tetszett nekem is az, hogy ilyen köteteket nem szoktak, vagy a magyar irodalomban nem szoktak úgy köteteket kiadni, hogy több a lábjegyzet, mint maga a szöveg. És engem nagyon megragadott ez az élmény, és a mai napig nagyon szeretem azokat a könyveket olvasni, ahol több a lábjegyzet, mint a szöveg, mert úgy nagyon sokat tanulok belőle. Azért ez nem igaz erre a kiadványra, Norbert. Félig meddig nem igaz, igen. Azért, hát nem, így nem igaz, persze. Jó, mert apró betűvel vannak a lábjegyzet. Igen, igen. Meg a Nádasdy tanár úr nem számolja bele az előtte lévő 50 oldal szintén fejtágítást, amit szintén nagyon jó olvasni. És akkor így nagyon megtetszett, és azóta is úgy rabja maradtam ennek a szövegnek, azt hiszem. Ha azzal folytatható, hogy mikor ragadott meg engem a Nádasdy szövege, azt meg azt mondhatom, hogy ha ez 10 éve kezdődött, akkor 9 éve egyszer az Ádám körbeküldte szinte minden olaszosnak, vagy mondhatjuk így, nem? Nagyon sok olaszosnak. És én az első pár éneket, ez egy ilyen próbafordítás volt, ilyen pilot project, és akkor én azt megnéztem, és jegyzeteltem, hogy ez így szerintem jó, nem jó, vagy amit gondoltam róla. És utána ő hívott, hogy akkor nézzük tovább is, és akkor így nagyon megtetszett az, ahogyan hozzányúlt ez a szöveghez, és akkor elkezdtük a közös munkát. És hát inkább ő kezdte el a munkát, én meg így a farvizén nézegettem, hogy jól fordítják. Én csak azt írtam mindenütt, amit te mondtál, hogy azt kell írni. Ha így lenne. Mátyus tanárunknak van egy kötete, amiben Babits Tante fordításáról értekezik, különösen a pokorról, és ott szóba kerül a fordításnak, mint közvetítésnek a problematikája. És hát Vörös Sándor egy más helyen valahol azt írja, hogy az volna az ideális, ha a fordító személyisége teljesen eltűnne, ám én nem ismerek senkit, aki ki tudná rekeszteni önmagát a fordításból. A kérdésem mindkettőjükhöz, hogy hol húzódik a határ a fordítói értelmezés és a tiszta közvetítés között. Lehet-e egyáltalán ilyet feltételezni? Én persze azt állítom, hogy ez szóra ugyanaz, mint ami az eredetiben van, csak magyarul van. Van egy pár hely persze, és ez nyilván most nem, ezzel nem válaszolok, ahol kétértelmű a szöveg, nem tudjuk pontosan, hogy mit akart írni, és a tudósok egy része így magyarázza, egy más része úgy magyarázza, hát a fordítónak el kell dönteni, hogy hát akkor mit ír tulajdonképpen, és akkor ilyenkor eldöntöttem. De talán ez nem is ide tartozik. Az, hogy is mondjam csak, azért ez nagyon nagy rész tankönyv. Ezt így is képzelte Dante, és így is beszél például mesteréről, Vergiliusról, hogy milyen bölcs tudós voltál te, mondja. Jó, szépen írtál, stílusod is szép volt, de elsősorban a tudóst, a tudót dicséri benne. És ő maga is ebben a szerepben szívesen látja magát. Az egész könyv szinte arra szolgál sokszor, hogy az olvasókat egy kicsit megpiszkálja, hogy na tudod-e, hogy miről beszélek? Tehát elmondja, hogy ki volt Ankízes fia. Pontosabban azt mondja, hogy és akkor Ankízes fia ezt meg ezt csinálta. Na gyerekek, ki volt Ankízes fia, kérdezi Dante, és akkor lehet jelentkezni, hogy hát Éneász, én tudom, hogy ő volt Ankízes fia. De ennél még sokkal bonyolultabbak is vannak, hogy ki az, aki azt mondta, nincs boruk. Ki és mikor mondta ezt, hogy nincs boruk? Hát Szűz Mária mondta a fiának a kánai menyegző során, amikor észrevették, hogy elfogyott a bor. Ez is egy példa, tehát nagyon sok ilyen van. Részben ezeket tudtam,
speciál a kincsborukat tudtam, rendes katolikus neveltetést kaptam, másfelől a tankízeszt is tudtam jó, mert én még latinos voltam a gimnáziumban, de hát aztán nagyon sok volt, amit utána kellett, hogy nézek, és ez nagyon élvezetes volt, be kell, hogy vallam. Vajon tudományos, vagy tanári, pedagógusi énem erősen benne volt. Mondhatom úgy is talán, hogy fordításom, és akkor a választ talán így próbálom megadni, talán fordításomon átsejlik tanári egyeniségem. És ez nem bánom, hogy ez jelentős részben tankönyv. Akkor egy picit vitatkoznék az Ádámmal abban a tekintetben, hogy kétségtelen, hogy látszik rajta, hogy egy tankönyv ezen, de hogyha itt lenne körünkben Babits Mihály, akkor ő valószínűleg nagyon vitázna az Ádámmal, és most egy kicsit a Babits Mihály szerepébe öltözöm, bocsánat, mert ő azt mondaná, hogy ez nem tankönyv. Ő azt mondaná, hogy ez a legmagasabb személyes költészet, és ezeknek a dolgoknak, hogy Ánkízész fia, ennek olyan nagy jelentősége nincs. Annak van igazán jelentősége, hogy melyik szó rímel melyikkel. Ezt kell visszaadni a magyarban. Meg azt, hogyha van alliteráció, azt mindenképp vissza kell adni. Azt, hogy most Vergilius és Dante, mármint a szereplő Dante, jobbra mennek egy helyen, vagy balra, az annyira nem olyan fontos. Abban tévedhet a fordító. Abban nem tévedhet, hogy minden retorikai alakzatot pontosan vissza kell adni. Én nem tudnám eldönteni, hogy melyik az igazság, de biztos igaz, vagy az biztos, hogy Babitsnak is megvan a maga igazsága ebben a kérdésben. És Babits is úgy gondolt, hogy azért ő mégiscsak közelebb áll ezzel az értelmezéssel az igazi Dantéhoz, ugyanúgy, ahogy Nádasdy Ádám azt gondolja, hogy közelebb áll Dantéhoz azzal, hogy ő egy tankönyvet ad a kezünkbe. Babits egyetlen egy, tehát a Babits kézirata, amit az OSK őriz, az olyan, hogy egyetlen egy lábjegyzet nincs benne. Én nekem abban a szerencsében volt részem, hogy a Nádasdy Ádám mindig átküldte az adott ének fordítását. És néha volt olyan benne, hogy már átcsúszott a másik énekbe. Tehát elküldte a pokol ötödik énekét, de már átcsúszott a hatodikba. De az még nem volt teljes, de ott volt a fájlban. Ha csak 10 sort fordított le belőle, akkor is ott volt a lábjegyzet. Ahhoz a 10 sorhoz. Tehát egyszerre csinálta, ugye, a lábjegyzetet. Babits a végén, amikor már kész volt az egésszel, akkor nem is saját maga, vagy nem csak saját maga, hanem egy Kaposi József nevű nagy olaszossal együtt csinálták meg ezeket a kommentárokat. Nem érdekel. Jezsuita volt? Nem, azt hiszem nem. De pap volt, ugye? Nem hiszem. Nem? Én úgy tudom, hogy nem. Kaposi? Nem. Kaposi József. Nem. Nem. Lényeg az, hogy Babitsnak ez nem számított, hogy most milyen lábjegyzetek vannak. A szöveget úgy egybe kell olvasni. És ennek is van egy igazsága ennek a gondolatnak. Így hát mind a két fordításon én úgy érzem, hogy nagyon átszűrődik az adott fordító személyisége és szövegértelmezése. Folytatva, Babits egy helyen így fogalmaz, amire tanárul is felhívja a figyelmet, a fordítónak nem csak joga, hanem kötelessége is mindenütt, ahol a régi fordítás valamely helynek egyedül helyes és lehetséges megoldását eltalálta, ezt a megoldást átvenni. Szeretném kérdezni, hogy mennyire ért ezzel egyet, illetve mennyire támaszkodott a korábbi fordításokra? Semennyire se értek egyet ezzel, ez téves. Babits nagy ember volt, de ez teljesen hamis ez a meglátás. A fordítónak az a dolga, hogy a saját fordítását csinálja meg. Erre a Becsvágy is hát hajtja az embert, de ne felejtsük el, hogy most a Szász Károly ugye 1878-70-80 körül csinálta, Babits 1910-es években csinálta alapvetően 100 évvel ezelőtt.
az fel sem merült, hogy én sorokat szőjek bele a saját fordításomba, amelyek az ő szövegükből lennének. Mondom, egyrészt, hát hogy jövök én ahhoz, hogy Babis sorokat, vagy Szász Károly, vagy Radó Antal, Cigány Árpád, más fordítók sorait átvegyem, de ez nem is volt célom, ez engem nem érdekelt, én a magam fordítását akartam csinálni. Az nagyon érdekes, hogy Babis, de hát most nekem egyáltalán nem szabadna erről beszélnem, mert nekem igazán nem feladatom, hogy a riválisaim, mondjuk ki őszintén, hát a szó legszebb értelmében a riválisaim munkáját méltassam, de hát mintha ezt mondta volna az idézetben, hogy végleges megoldásnak, hát ilyen nincsen egy fordításban, hát igen, hát ez így visszamenőleg. Na jó, de erről Norbert többet tud mondani, hogy miért érezték ők úgy, hogy valami végleges lehet. Hát. Azt nem tudom, de azt megint csak vitázom, mert van azért egy sor, ami át van véve, igaz? Az angyal Jánostól, aki először hát megcsinálta versbe az egészet, ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel. De hát ez így van a Szász Károlyban, a Babicsban, a Cigányban, a Radóban, a legtöbb fordításban. Hát olyan szép, meg olyan egyszerű, ugye, lasciate ogni speranza, voi che entrate. Na tessék, íme. Nem. Igen. Meg van még egy dolog, ami átvétel, a cím. Ami eredetiben komédia, és az Ádámnak egy elve volt, hogy mindenhol megpróbálja hűen visszaadni, vagy hát hogy mondjam, a tartalmát. Itt nem egészen ez van, vagy hát nem tűnik úgy, hogy a komédia isteni színjátékkal pontosan el van találva. Ezt inkább ő mondja el, hogy miért van ez. Hát igen. Előbb elmondom, hogy miért probléma ez, ugyanis a színjáték szó az nem stimmel a komédiára, mert a komédia akkor még nem azt jelentett, hogy színjáték, csak olyan hosszabb történetet jelentett, amiben több szereplő is lehet, de amely nem végződik halállal, vagy hát nem a főhős halálával végződik, hát esetünkben ez másképp nem, nincs értelme, mindenki más halott, aki szerepel a könyvben természetesen. De a főhős megúszza. Másfelől, amely vegyíti a magas és az alacsony stílus, tehát amely nem végig egy magas stílusban van megírva, mondjuk, mint Corneille vagy Racine drámái, amelyek végig ugye egy magas és emelkedett, tragikus stílusban vannak megírva, a komédia az nem ilyen. Meg kell, hogy mondjam, hogy ebben az értelemben Shakespeare valamennyi darabja komédiának minősülne, hiszen ő még a tragédiákban is, ahol meghalnak a főszereplők, rendszeresen humoros jeleneteket sző be, vulgáris elemeket sző be, a sírások, részegeskednek, stb. Ez ellene szólt annak, hogy a színjáték szót megőrizem, de nem találtam jobbat, mert a komédia még rosszabb, hiszen a mai magyar nyelven a komédia az egy nagyon alacsony szintű vígjátékot jelent, és van egy kis rossz íze is, nem, hogy micsoda komédia ez, hát hagyják abba, stb. De volt egy fontosabb szempontom. Én szerettem volna fölcsimpaszkodni erre a hajóra, amin kiváló elődeim haladtak. Én szerettem volna, hogyha én megmutatom, hogy ez is ugyanaz, hogy én is ezt a könyvet adom a tisztelt olvasók kezébe, hogy én is hát ebbe a csodálatos kórusba tartozom bele. Tehát valóban én jelezni akartam, hogy ez az, nem valami más, meg nem valami új, meg mit tudom én, ez egy nagyon konzervatív fordítás, ez semmit nem változtat az egészen, ez pontosan azt adja, ami az eredeti. Elhangzott itt a hűségnek a kérdése. Ez egy hosszadalmas és több szempontot megmozgató vita itt a dantisztikán belül, hogy mit jelent pontosan a hűség problematika, különösen a Babicsi fordítással összevetve. Nagyon sok, illetve hát a megjelent kritikáknak egy része úgy állítja egymással szemben az új fordítást, illetve a Babicsit, hogy ezt a hűség
problematikát veszik alapul. Szeretném megkérdezni, hogy mit mond erről a filológus és a fordító. Ez a szaklektornak a bűne, már bocsánatot kérek, vagy az erénye, hogyha hűséges, a fordítása hűtlen. Ezt tehát dr. Mátyus hagyta jóvá, aki a Pázmányon docens, ő szíveskedjen erre válaszolni. Szerintem ezek a kritikák, amelyeket olvashatunk, alapvetően úgy azt mondják, hogy Babits fordítása ahhoz hű, ahogyan a szöveg felépíti magát. Nádasdy fordítása meg ahhoz hű, amit a szöveg mond. Vagyis ez így is van, hogy Babicsot az érdekli, hogy hogyan mondja Dante azt, amit mond, Nádasdy Ádámot meg az érdekli, hogy mit mond Dante. És ilyen szempontból szerintem a Nádasdy fordítás az hű. Azt mondja el, amit Dante a tartalom, hogy hát fogalmazzak így, a tartalom szintjén mond. Ha az szerepel ott, hogy bementem a mély lyukba, akkor Dante-nál is az szerepel, hogy bementem a mély lyukba. Babicsnál valószínűleg az szerepel, hogy leszálltam alsóbb régiókba, vagy alsóbb helyekre. Mindenképp az a hűb, hogy, vagy azt mondhatjuk, hogy az a hűb, hogy lementem a mély lyukba. Viszont Nádasdy nem számolja bele azt, hogy annak valamire rímelnie kell, amelyet Babicsnál fontosabb, hogy az pontosan rímeljen arra, amit ő kigondolt, hogy rímelnie kell. A hűség problematikát hadd mondjam el ezt Babicsnál, hogy van azt hiszem a 24. ének vége, ér úgy véget, hogy trombiták harsogtak, és vagy 25. nem mindegy, valamelyik úgy ér véget, hogy trombiták harsogtak, és zene csendült, stb. Ezt Dante egy alliterációval oldja meg. Babicsnál nincs az az alliteráció, mert nem tudta ott betenni. Ám de a következő ének, a 26., ahol nincs alliteráció az eredetiben, az magyarul a magyar szövegben egy alliterációval nyit, méghozzá pont azt hiszem ugyanúgy az S hanggal, csak azért, hogy benne legyen. Babics állandóan utána megy minden retorikai alakzatnak, és mindent valahogy beilleszt, nem feltétlenül ugyanarra a helyre, de mindig beilleszti. Azt hiszem, ezt a Nádasdy Ádám nem, hogy nem csinálja, hanem még nem is nézi jó szemmel az ilyesmit. Miként azt hiszem, hogy Babics Mihály se nézi nagyon jó szemmel, a másik példám, az lehetne, hogy Dantinál mindig megvan, hogy egy bizonyos pokolbéli kör, az kör. Annak van alköre, vagy pedig van bugyra, vagy pedig van zónája. A bugyor kifejezés, az olaszul a bolgia, az csak a 8. kör különböző bugyrai. Tehát ott csak a csalóknak vannak bugyrai. De Babicsot ez nem érdekli ő neki, őnála a 7. körbe is van bugyor. Vagyis nem, a terminus technicus nem alkalmaz. Babics, vagy Dante egyébként ebben nagyon következetes. Azt mondja Babics, ez annyira nem fontos, hogy most alkör, zóna vagy bugyor. A Nádasdy fordításnak ez egy kardinális problémája volt, hogyha 9. körről van szó, ott nem lehet bugyor, mert Danténál sincs. Ilyen szempontból hű, míg Babics más szempontból hű. Nem tudom, ezzel sikerült-e valami választ adnom. Még hadd tegyek hozzá valamit. Az a kicsit talán földhöz ragadtabb, vagy szárazabb munkamódszer, amit követtem, az azért is volt, mert a kereszténységre való utalásokat nagyon világossá akartam tenni. Hiszen ma ezeknek az ismerete nagyon erősen lecsökkent. Különösen az ifjúság körében,
És ezeket azt akartam, hogy ezek nagyon-nagyon világosak és pontosak legyenek, hogy most kiről van szó, miről van szó, mit csinál, de mit nem csinál, és így tovább. És hogy a lábjegyzetekkel ez kvadráljon. A lábjegyzet tömegnek, hát hogy mondjam, a felét körülbelül a katekizmus teszi ki. El van mondva a lábjegyzetek tömegében, hogy ki volt Szent Pál. Az van odaírva, hittérítő és egyházszervező. Ezen sokáig gondolkoztam, hogy talán ez a legpontosabb, amit mondhatok, legalábbis abban a kontextusban. Jó, ennél több volt persze, de hát azért mondjuk talán ez. És hasonlóképpen egy csomó más dolog. Tehát, hogy mi az, majdnem azt mondtam, hogy eredendő bűn, mert öreg vagyok, és én még azt tanultam, de a szaklektor rámutatott, hogy áteredő bűn a mai katolikus kifejezés, hát ezért ezt is leírtam, azt is zárójelbe, mind a kettőt megemlítettem. Nagyon sok ilyesmi van benne, tehát a célom volt, meg kell, hogy mondjam, pláne ebben a házban miért nem mondjam meg, célom volt, mint hát az egyház hűtlen, de máig szerelmes fiának, hogy a keresztény, vagy hát ha tetszik, különösen katolikus, bár ez anakronizmus, hiszen akkor még reformáció nincsen, katekizmust, hitanyagot, részben hagyományanyagot, részben bibliaanyagot hűen közvetítsem, és hát mint egy pótoljam. Erre például Bavicsnak egyáltalán nem volt szüksége. Hát néha egy-egy utalás odaír, mikor Dante nagyon lóugrásba utal csak valakire, akkor odaírja, de hát egyébként Krisztus pokoljárására céloz, írja Babics. Nekem oda kellett írnom, hogy az micsoda, mikor, hol, miért, kivel, mit csinált ott, és így tovább. Köszönöm. Egy pár kérdéssel ezelőtt elhangzott a homályos szövegrészeknek a fordíthatósága. A kérdésem, hogy mennyire feladata a fordítónak az, hogy a Dantinál homályos szöveghelyeket valahogy nem csak lefordítsa, hanem értelmezze is. Norbi, vannak homályos szöveghelyek Dantinál? Nekem nincsenek, de... De sok van, sok van. Vannak, de azért megoldhatóak, és azt hiszem, hogy vagyis azért van egy pár, ami nem megoldható. Azok úgy is vannak, a Nádasdy fordításában is úgy vannak, hogy oda van írva, hogy ezt így is lehet értelmezni. De szerintem igen, meg kell oldani, mert az olvasónak érthető és világos szöveget kell adni, még mindig jobb egy értelmes, de elhibázott szöveget adni, mint egy értelmetlent. Ráadásul ez maga, amit az Ádám mond, hogy az olvasó mondjuk műveltségének elősegítése is cél volt, azt látszik, tényleg Szűz Mária is meg van jegyzetelve. Minden meg van jegyzetelve gyakorlatilag. Ha előveszik Babics isteni színjátékát, bármelyik kiadás, tehát 1919-től bármeddig, az előszó, tehát amikor kinyitjuk a könyvet, az úgy kezdődik, ez az első mondat, hogy ez a könyv csak a művelt olvasónak szól. Ha előveszik ezt, és ránéznek csak a jegyzetekre, akkor látják, hogy ez mindenkinek szól, aki majd művelt lesz általa. Mert azért ez sem a műveletleneknek szól, azért azt úgy nem lehet elmondani. Viszont az, hogy mondjam, ilyen tiszta lappal lehet neki indulni ennek a könyvnek, majd hogy nem. Jó, egy valami nincs elmagyarázva, és néha eszembe jut, hogy Jézus és Krisztus az miért ugyanaz az ember? Hát akkor hogy hívják igazából? Jézusnak hívják, vagy Krisztusnak, vagy Jézus Krisztusnak? És hát ez nem mindegy. És ugye az evangéliumokban hát mindig csak Jézusnak hívják, hát hiszen az a neve. Majd kiderül róla, hogy ő a Krisztus. És attól kezdve így emlegetik. De hát aztán megint ugye a 19. században megint elkezdik Jézusnak emlegetni, mert az embert, az élettörténetét látják, Leben Jézus, ugye Jézus élete megint előkerül.
Hát élete végül is Jézusnak van, a fene tudja, na igen, szóval, hogyan? Körülmetélve. Hát igen, körülmetélve, mint rendes zsidó gyereknek, úgy van. Ezt nem, megmondom őszintén, ezt sehol nem írtam le, mert úgy éreztem, hogy hát azért ennyit talán kéne tudni, de ez egyáltalán nem olyan nyilvánvaló, és a szaklektor nem mondta, hogy igen, mert ő is úgy érezte. Tehát valóban azért van sok minden, ami nincsen. A tudományos dolgokat, azokat igyekeztem megjegyzetelni, nagyon sok csillagászat van, ennek utána kellett néznem, hogy pontosan a Merkur mikor mit csinál. És hát a földrajz az nagyon, nagyon szép volt, nagyon tanulságos volt nekem, mert kiderült, hogy azt tudták, hogy a föld gömbölyű, de sokkal kisebbnek képzelték, mint amekkora. Mert hogy mekkora körbe, az csak akkor lehet megállapítani, ha már olyan órája van az embernek, ami jár attól függetlenül, hogy én hova utazom. És mutatja az eredeti kiindulási helyen, hogy hány óra van, én meglátom, hogy itt most, ahol vagyok, dél van, tehát tudom, hogy mennyit jöttem el. Nekik ilyenjük nem volt. És még a Kolumbusznak se volt. És azért indult el, most már értem, mert azt hitte, hogy a Föld fele akkora, mint amekkorának ma tudjuk, és boldogan meg is érkezett, amiről azt hitte, hogy Indiában van. Ugye, és akkor derült ki, hogy ajajaj, még több van hátra, mint amennyi volt. De Dante például azt hiszi, hogy Jeruzsálem és Lisszabon között 6 óra időkülönbség van, hogy a földgolyó negyedét már megtettük, utána kellett néznem, csak 3 óra különbség van, mert földgolyó szempontjából ezek nagyon közel vannak egymáshoz. Hát ezeket elmondtam. Szóba kerültek a kétes szöveghelyek, és ha jól tudom, akkor hozott egy olyat, ami talán különösen próbára tette a fordítót és a szaklektort is egyáltalán. Erről mesélne valamit? Itt világos, hogy Dante mit ír. Hát az nem világos egészen, hogy mit kell gondolni. Ez az indus-menti ember problémája. Azt mondja Dante. Pillanat. Egy ember megszületik az Indus partján, ahol senki sincs, aki Krisztusról írna vagy beszélne. Minden vágya és minden ténykedése emberi ésszel jónak mondható. Szavában, életében büntelen. Meghal keresztség nélkül, nem a hitben. Milyen jog az, mely kárhozatba küldi? Bűnöse abban, hogy nincsen hite? Kérdezi Dante. És hát kérdezzük mindnyájan egyébként, ugye, hogy végül is Istennek mi a célja ezekkel az emberekkel, vagy ha az volna a célja, hogy hát minél többen jussanak be a paradicsomba, akkor miért nem terjesztette el mindenhova a kereszténységet? Vagy ha nem terjesztette el, akkor hát kérdezem én, tényleg az indusmenti ember, hát az miért kárhozzon el? Jó, nem valami fővő szurokba fog kerülni, hanem a pokol első körébe, ami, hát nem is tudom, olyan, mint egy norvég börtön. Értik, hogy mire gondolok. Tehát van tévé, van uszoda, lehet beszélgetni, kellemes parkban vagyunk, csak kimenni nem lehet onnan, és soha nem lehet igazán Istent meglátni, ami hát egy rettenetes szenvedés. Nos, ugye ez a kérdés joggal fölmerül, és oda kellett írnom lábjegyzetben, hogy az egyház azt tanította, hogy aki nincs megkeresztelve, az nem juthat a paradicsomba, értsd, az sohasem láthatja meg Istent. Aztán azt mondták katolikus barátaim, hogy írjam oda azért azt is, hogy a mai egyház hát ennél talán árnyaltabban látja ezt a dolgot, és azt mondja, hogy Isten bárkit üdvözíthet a maga döntése alapján olyan módon, amit mi nem kell, hogy felfogjunk. Most érdekes módon ezt válaszolják Danténak is. Olvasom, először is letorkolják. De az, hogy ez így benne van, az mutatja, hogy őt és olvasóit ez érdekelte. Azt mondják neki, hát ki vagy te, hogy mint valami bíró sok ezer mérföldre akarsz ítélni, te, aki épp ellátsz az orrodig? Igaz, aki velem vitába szállna, mondja a szent, annak, ha nem a szentírás vezetné,
adódna bőven kérdeni valója. Jaj, földi lények, ti nehézfejűek! Az első akarat, mely maga jóság, a fő jót, önmagát nem hagyja el. Csak az jogos, mi vele egybevág, teremtett jóság nem vonzza magára. Ez fontos. Tehát akármilyen jó ember volt az indusmenti ember, nem tudja magára vonzani Isten jóságát, ha tetszik a kegyelmet, mondhatnánk így. Hisz épp ő adja fényével a jót. Ennyi. De az, hogy ez benne van, azért az nagyon érdekes volt, és egyszerűen sokat vitatkoztunk, sokat gondolkoztunk, hogy mit lábjegyzeteljünk, lábjegyzet. Az egyház azt tanította, hogy aki nincs megkeresztelve, az, hiába él példás életet, a pokolba kerül. Nekik tartja fönn Dante a pokol első körét. Gondolatjel. Ma az egyház azt mondja, Isten bárkit üdvözíthet olyan módon, amit csak ő ismer. Egyébként az egyház mindig ezt mondta, mert hát mi mást mondott volna, de ma talán ezt hát hangsúlyosabban mondja. Mátyus tanárnak volt esetleg ilyen szövegrészlet, amiben szaklektorként... Nehéz? Igen. Volt sok nehéz, például a lélek születéséről nagyon sokat vitáztunk, hogy az hogy születik. Már azért vitáztunk, mert nem nehéz megérteni, hogy hogyan megy, mármint Dante szerint. A csillagászatról rengeteget tudtak, a földrajzról is sokat, amennyit akkor lehetett. De a biológiából semmit. De egészen megdöbbentő. Igen, azokról nagyon sokat, meg amiről nagyon sokat vitáztunk, vagy nem vitáztunk, beszélgettünk, ezek a helyváltoztatások voltak. Hogy mikor, melyik párkányon pontosan hova indulnak. Mert hogy általában onnan tudjuk, hogy a nap az melyik oldalra süti az ő, vagy melyik oldalra veti az ő árnyékukat, és annak megfelelően indulnak el. Hát, és akkor ott, hogy honnan is süt a nap, hol is vagyunk, vagyis Dante mit gondol arról, hogy honnan süt a nap, azon a helyen, amit gondol, hogy ott vagyunk. Most ha a szerző ennyire gondosan írta, akkor én úgy éreztem, hogy kötelességem nekem ezt lefordítani, mintha fizika tankönyvet fordítanék, és hol azt mondja, hogy súly, hol azt mondja, hogy tömeg. Na most mondjuk ki magunk között, ez tök ugyanaz. Legalábbis a mindennapi életben. Ugye egy kiló súlya, vagy egy kiló tömegűvé, oda se figyelek. Na de egy fizika tankönyvben ezt nem lehet megcsinálni. Valamiért ez nekik egy nagy különbség, és hát akkor ez ez jó, emlékszem valamire, de jó, meg az egy kiló tömeg az a Holdon is annyi, de az egy kiló súly az nem annyi. Ugye valahogy így van. Szóval igen, igen, és ennek volt valami szépsége, hogy neki ez ennyire fontos, hogy ő okos akar lenni, hogy ő tudományosan is azt akarja, hogy megállja a helyét a művel. Bocsánat, csak közben. Illetve még volt egy, amin azt hiszem, hogy nem is vitáztunk, csak ott közös nevezőt kellett találni, sokszor a prozódia. Erre emlékszem egy esetre, mert én a könyvet olvasom, tehát ott van előttem, és nézem. De ezt a szöveget azért, mint általában a költészetet, nem árt, ha az ember hangosan is felolvassa. És úgy született, hogy tényleg hangos felolvasásra is alkalmas, miként most is láttuk. És emlékszem egy ilyen esetre, hogy a pokol utolsó sora az az, hogy uscimmo per riveder le stelle, ami annyit jelent magyarul, hogy kiléptünk, hogy viszont lássuk a csillagokat. És ez úgy van lefordítva, hogy... Kibújtunk, és ott voltak a csillagok. És amikor ez egy nagy sora az olasznak, nagyon szép sora. Uscimmo per riveder le stelle. Hogy mondjam, metrumában is nagyon szép sor. Direkt úgy van elhelyezve, hogy csillaggal végződik, mint minden kantik, minden egyes főrész, pokol, purgatórium, paradicsom, és nagyon jól
adja magát ez a sor. És mondtam az Ádámnak, hogy ez nem jó, hogy kiléptünk, és ott voltak a csillagok. Kibújtunk, mert egy lukból jönnek ki, egy barlangból jönnek ki. Szóval, hogy ez nem olyan szép, hogy ott voltak a csillagok, az olyan, mint hogy beléptem a terembe, és ott voltak a diákok. Megint óra lesz. Nem. Nem, ez olyan nem váratlan. És mondta, hogy de nem, úgy kell, és amikor elszavalta, tehát elmondta nekem, hogy nem, ezt úgy kell olvasni, hogy kibújtunk, és ott voltak a csillagok. Akkor rájöttem, hogy tényleg lehet, hogy jó ez a sor. És nem ez volt az egyetlen ilyen, nagyon sok olyan volt, ami főleg ez olyan, mind olyan volt, amiben ő meggyőzött, hogy jók. De minden esetre számomra nehéz volt ezt, azt felfogni, hogy ezt a szöveget tényleg, már Babicsot is egyébként, de hogy fel kell olvasni, és felolvasva másként hangzik. Hogyha jól sejtem, akkor hozott nekünk egy másik szöveget is, ez pedig Szent Bernát imája Szűz Máriához. Erről tudna egy pár szót mondani, hogy miért pont ezt választotta, hogy miért ez kedves az ön számára? Ez nagyon nehéz rész, ez a Paradicsom hát, utolsó énekében, az egész műnek az utolsó énekében van, Paradicsom 33, és Bernát, aki az utolsó énekekben mellé szegődik, és ő látja Bernátot, ez egy nagy különbség ekkor, mint öreg embert. Ja, azt még el kell mondanom, hogy például azon egy vita van, és ő ezt elmondja, hogy amikor feltámadunk, és tegyük föl, hogy a paradicsomba kerülünk, esetleg hosszú purgatóriumi tisztulás után, de mindegy, ott leszünk, akkor vajon a testünket, ugye azt visszakapjuk, hiszem testnek feltámadása. De vajon abban a formában kapjuk vissza, ahogy meghaltunk, mert hát azért az... Hát ugye, hát sokan vagyunk, akik nyomorultul, öregen, betegen, csonkán, vakon, mit tudom én, halunk meg. És a gyerekekkel mi van, hogy akkor ők ugye mint gyermekek lesznek, ez Dante végül is ezt az álláspontot képviseli. Azt mondja, hogy így, ahogy vagytok. Tehát ha a gondviselés így gondolta, hát akkor így gondolta. Majd megszépülünk persze ettől, fény vesz minket körül, és nem kell ezt így nézni. Aquinoi Tamás, aki nem sokkal ő előtte élt és halt meg, másik álláspontot képviselt. Azt mondta, hogy a gondviselés mint egy extrapolál, tehát mindenkit egy ideális formában fog feltámasztani, mint legstrammabb legény, mint legbögyösebb lány, és aki gyermekkorban halt meg, annak is még tovább viszi, hogy mivé kellett volna, hogy legyen. Dante ezt elutasítja. És én is úgy belegondoltam, hogy hát akkor meg úgy nézne ki a paradicsom, mint egy nagy diszkó, nem? Hogy mindenki 20 éves, és mindenki nagyon vidám és egészséges, és egyforma, hogy hát az élet nem olyan, hanem hát vegyes, mindenféle van benne. No mindegy, nem is az én véleményem számít, én semleges maradtam ebbe, csak leírtam, hogy erről is van egy vita, és ezért a paradicsomban van gyermekszekció, és a vidám civiltelés az messziről hallatszik. Bernát az utolsó nagy hát, menetre készíti elő Dantét, hogy meglássa Istent. Nagyon szépen látja meg Istent, mert hát nem egy szoborszerű, jóságos öregembert lát, amit mások esetleg gondoltak volna, hanem három különböző dolgot lát, egy könyvet, amiben a lapok össze vannak fűzve, szemben a világunkkal, ahol ugyanezek a lapok szanaszéjjel vannak, és nem értjük, hogy miért van ez, és miért van az, és hogy vannak. És itt meglátja az értelmét az egésznek. Nem mondja meg, hogy mi az, csak hogy meglátja. Utána lát három kört, amelyek hát egymásba is vannak, meg nem is egymásba vannak, és kettőből az egyik felé sugárzik szeretet, filioque. És aztán lát egy kört, amelyiknek a belsejébe mintha négyzet volna, és írja, hogy hát a mértan tudósok ugye mindig ezen próbálnak dolgozni, hogy lehet-e a kört ugye négyzetként felírni, nem lehet.
és abban, mintha egy emberi alakot látna. Hát ez ugye Krisztus, vagy hát az Isten ember megtestősülése. Most ahhoz, hogy ezt ő képes legyen elviselni, és ne őrüljön bele, és ne vakuljon meg, és vissza tudjon térni a normális világba, ehhez már a legmagasabb helyre, Szűz Máriához kell fordulni segítségért. Bernát oda veszi maga mellé Dantét, és mintegy az ő nevében így szól. Szűz és anya, saját fiad leánya, alázatos és legdicsőbb teremtmény, célpont, melyet az örök terv kitűzött. Te tetted emberi természetünket olyan nemessé, hogy létrehozója önmagát hajlandó volt létrehozni. Méhedben gyúlt föl az a szeretet, amelynek melegétől e virág, a paradicsom, ahogy úgy ülnek az emberek, az örök békében ím kivirult. Itt fönt a szeretet napként világló fáklyája vagy. A halandók között lent élő forrása vagy a reménynek. Mi asszonyunk, oly nagy vagy, oly hatalmú, hogy aki kegyet vár, s nem fut te hozzád, a szárnyak nélkül igyekszik repülni. Nagy jóságodban nem csak azt segíted, aki megkér, hanem nagy lelkűen a kérésnek sokszor elébe mész. Benned van irgalom, van szánalom, van bőkezűség. Benned egyesül a teremtmények minden szép erénye. Itt ez az ember, aki a világ legmélyebb gödrétől kezdve fokonként végignézte a lelkek életét. Hozzád fohászkodik, légy most kegyes, töltsd el erővel, hogy tekintetét a végső üdvre rá tudja emelni. És én, ki épp úgy kívánom neki, hogy lásson, mint kívántam önmagamnak, könyörgök, stán nem hasztalan könyörgök, imáddal űz el minden ködöt halandó szeméről, hogy neki is megmutatkozzon a legfőbb gyönyör. És kérlek, királynő, hiszen amit akarsz, az teljesül. Őrizd meg éppen az érzékeit e látás után. Óvd őt a saját ösztöneitől. Lásd, Beatrice, s minden szent az égben, imára kulcsolt kézzel könyörög. Miért különlegesek ezek a sorok? Igen. Nagyon tömény a szöveg, és hát azért itt gondolatok vannak végigvéve, ugye? Tehát nem csak zeneiség van. Hát igyekeztem, hogy himnikus is legyen, mert az olasz is az, de azért közben nagyon pontosan információt adagol, ugye? Hogy Szűz Mária, hogy milyen érdekes, hogy te tetted az emberi nemet olyan nemessé, mert olyan kiváló fiatal nő voltál, hogy Isten úgy döntött, hogy na jó van, akkor megszületik emberként. Ha ez a nő fog engem megszülni, hát akkor rendben van, akkor szüljön meg. Meg amit említettem, ugye, hogy óvd őt a saját ösztöneitől, tehát hogy ne bízza el magát attól, hogy ott fönt járt, ne essen ugye a gőg bűnébe, na hát én akkor jártam a paradicsomba, mit tudom én. Most az egy másik kérdés, hogy nem járt fönt. Ugye? Hát ez egy irodalmi mű, de olyan mélységes autoritással van megírva, hogy nagyon nehéz. Néha én magam is azt képzelem, hogy ezt a könyvet a Jóisten írta, és nem Dante, vagy hát mintha diktálta volna neki, mintha sugalmazott könyv lenne. A Dante elmondja, hogy XY a pokolba került, egy másik, aki szerintem nagyon hasonló volt, az a purgatóriumba került. És én azt gondolom magamban, hogy hát azért ez mégse igazság, hát miért van ez így, stb. És hát egyszer csak azt mondom magamnak, hogy ácsi, hát ez egy ember, aki ezt kitalálta. Szerintem a Jóisten az a vállát vonogatja és mosolyog ezen, hogy jó, hát a Dante nagyon érdekes, hogy miket fantáziál össze-vissza, de majd megtetszenek látni, hogy valójában hogy vannak ezek a dolgok. Tehát az ember nagyon belekerül ebbe a dologba, és nagyon úgy gondolja, hogy ez így van.
ismerik azt az anekdotát a veronai asszonyokkal, akik hát már idős korában, amikor már betegeskedett, meg mindig csúnya, sovány ember volt, találkoztak vele, és mondták, hogy a maga Dante, igen, én vagyok. Hát látszik is magán, hogy a pokolba járt. Nekem az jutott eszembe, hogy minthogyha ez a Mária himnusz fölváltaná az addig Beatricéhez intézett szép szavakat. Hogy a Dante költészetében ugye Beatrice a nő középponti helyet foglal el, közvetítő, és aztán egyszer csak azt látjuk, hogy voltak éppen ugye Beatricéhez szeretne megérkezni. Úgy indul el a pokolban, hogy vele találkozhasson, de hogy utána átfordul, és minthogyha tovább is. Igen. Kiderül, hogy azért van annál följebb is. Igen. Bár meg kell mondani, nagyon ízlésesen Dante ezt nem a saját szájába adja, hanem Bernát szájába. Tehát, hogy neki ne kelljen azért, amit maga mondott, ez egy jó dramaturgiai fogás, hogy azért ez ne az ő szájából hangozzon. Ő egyetértően állott, hát persze, hát Szűz Mária, de azért lehet, hogy lelkében azt gondolja, hogy igazán azért a Beatrice a legjobb falat, de valóban, hát hiába minden, Beatrice ehhez már nem elég. Ehhez már Bernát se elég, ehhez már csak egy valaki elég. Minden ember között a legmagasabb és a legszentebb, és az pedig Mária. Mi az, amit személyesen tanulhatunk Dantétól, hogyha egy ilyen meredek kérdést megengedhetek? Norbi, te vagy a katolikus. Hát, nem tudom. Például azt tanulhatjuk, amit itt az Ádám felolvasott az előbb, hogy minden kérdést fel lehet tenni, és fel kell tenni. És ha nincs válasz rá, akkor is fel kell tenni. Ezt ő, hogy mondjam, konzekvensen csinálja, mindenre választ keres. Meg hát személyesen én például azt nagyon tanultam tőle, hogy ugye a legvégén mondta az Ádám, hogy mikor meglátjuk Istent, az utolsó pillanat, az, hogy egy emberi alakot lát. De nagyon szép szerintem, hogy azt azért nem mondja, hogy az Krisztus alakját látjuk ott. Nem, nem egy, mert az olyan... Ugye azt mondja, hogy a mi képünket látjuk. A mi képünket látjuk ott. Igen. Ez azért nagyon szép dolog, hogy az ember egy ilyen hosszú utazás után, amelyet az ő saját életének felén kezd meg, úgy is van újra, hogy a mi életünk, már mint az emberiség életének felén, a mi képünkhöz érkezik meg. Tehát, hogy úgy egy ilyen hosszú utazás után az érdekli őt, vagy az foglalkoztatja, és azt mondja el, hogy mi is az ember, ki is az ember. Ez számomra egy nagyon szép gondolat, mert és nem személyesen, nem azt mondja el, hogy én ki vagyok, hanem hogy úgy mi kik vagyunk ebben a világban. Hát sajnos ehhez arra van szükség, hogy csak holtakkal találkozzon, de ezen túl kell, hogy lendüljünk. Még hozzátenném, hogy tényleg érdekes, hogy ez az utolsó kép, én úgy képzelem el, ezen vitatkoztunk, a Norbert úgy képzeli el, hogy ebben a körben egy arcot lát. Én úgy képzeltem el, hogy egy teljes ember, méghozzá úgy, mint a Leonardónak az a figurája, aki ráadásul ugye körbe van belerajzolva. Ez azonban nem következik a Dante szövegéből. De kétségtelen, hogy nem mondja, hogy Krisztus látná meg, és nem írja azt, hogy egy hosszúhajú, szőkeszakálú, 33 éves, szelídarcú zsidó embert lát ott, hanem azt mondja, hogy a mi képünket, tehát mintha a homo sapiens, az általános ember jelenne meg ott. Ez valóban igaz. Nagyon közel vagyunk mind a ketten persze a szöveghez, tudja, és így nehéz erről beszélni. Talán az olvasó ki más-más talál. Azért nekem mégis a purgatórium volt a legérdekesebb, már hogy ez micsoda. Hogy nem próbatétel a purgatórium, onnan csak a paradicsomba lehet kerülni. Az kérdés, hogy mennyi idő után, és hogy mind kell keresztül menni. De valójában csak két út van, a pokolba, vagy föl.
A föl vannak, akik közvetlen fölkerülnek, hát a szentek, a mártírok, nagyon kevés ilyen ember van. A legtöbb ember, aki tett jót is, rosszat is, az a purgatóriumba megy. Azért ez egy nagyon emberi találmány. Ilyen értelemben már távolról dereng egy kicsit a humanizmus. Hiába minden. Hogy nem lehet olyan szigorúan venni. Hát nem, most nem igaz az, hogy jobbra-balra a kecskék, bárányok. Hanem hát a legtöbben a középen vagyunk, és akkor jó van, hát le kell dolgozni. Ilyeneket ír Dante, hogyha valaki ugyan, hát bizony bűnöket is elkövetett, de halála pillanatában megtér. Hogy lehet halála pillanatában megtérni? Hát úgy, hogy azt mondja, hogy Istenem, megtérek. Vagy azt mondja, szeretlek. Vagy azt kiáltja az a katona, ugye, akit leszúrnak, még egy ideig vonszolja magát, vércsíkot húz maga után, Mária kiáltja és meghal. És ez már elég. Jön az ördög és szeretné elvinni, de nem lehet, mert hát Máriát kiáltott. Na most ugye ennek tanúja nincsen. Dante se volt ott, mi se voltunk ott, senki se volt ott. Valójában ez példázat arra, hogy mindig van visszaút, mindig van bocsánat, mindig van, nem könnyen, lehet, hogy 200 évig súlyos köveket kell a hátán hordania, meg van, akinek összevarják a szemét, hogy ne lásson, és úgy kell évszázadokig ülni vakon, meg ilyesmi. De mégis, tehát, hogy igazán azért az ember azt kérdezi, hogy akik a pokolban vannak, azok miért nem mondták az utolsó pillanatban, vagy Mária, vagy Isten. Hát talán azért, hogy működjön a könyv, hogy hát különben nem lenne ez az egész, különben nem lehetne bemutatni, hogy mit nem szabad, hogy akkor azok csak példázatok. Tény azonban, hogy a purgatóriumot, így ahogy ismerjük, ezt ő építi föl, ő rendezi be. Erről voltak akkoriban elméletek, nem ő találja ki, de az, hogy egy ilyen kalap alakú magas hegy, és akkor azon ilyen körpárkányok vannak, és hogy ottan, hogy megyünk egyre följebb, ezt ő találja ki, és ismétlen valójában két út áll a normális emberek előtt, a pokolba, vagy a purgatóriumba, és onnan föl a paradicsomba. Itt közben volt egy kérdés Sajgó Szabolcstól, úgyhogy át is adnám neki a szót. Csomó kérdésem van, de néhányat. A legutolsó, ez a, éppen a purgatórium, a jobbra és balra, és a többi. Ugye az első századok irodalmában föltűnik az, hogy a Jézus pokoljárása lábjegyzethez, hogy Krisztus meghalt, alászállt a poklokra, kirabolja a poklot, összedünti a pokol bejáratát, ugye az ikonokon ott van az az X-centrón álló. Tehát, hogy ez kezdettől ott van, ez a mindenféle dualizmus megszüntető isteni irgalom, vagy szeretet, vagy ahogy Pál fogalmaz, hogy majd amikor eljön az, hogy Isten lesz minden mindenben, akkor Krisztus által, hát ha minden, a minden, hát minden, akkor nincs más, akkor minden. Szóval ez az egész, és igazából, hogy a pokol, mint annak az állítása, hogy Isten az ember szabadságát sosem veszi el. Tehát nem arról van szó, hogy büntet, hanem az ember megcsökik, és újra, akkor se pusztítja el. Csak az ember nem lesz boldog. Tehát én inkább ezt így érzem az evangélium részének a poklot, hogy az ember, Isten az ember szabadságát a végletekig tiszteletben tartja. De egy véges teremtmény, egy véges akarat, egy végtelen irgalomnak képes ellenállni. Na mindegy, ez csak egy ilyen reflexió ahhoz. Baranyi beszélgetésnél, ahogy ő le is írta, el is mondta újra, hogy hát hogy miért csinálja mégis, hiszen hát most jelent meg ez a nagyszerű fordítás, és megvan. És azt mondja, hogy ugye, hogy hát minden fordítás csak részben adja vissza az eredetit, minél több jó fordítás van, annál közelebb kerülhetünk az eredetihez, ugye ez egy ilyen.
Nekem föltűnt az is, hogy a didaktikus, a tanár, a tudós, az alcímek megjelenése, az is nagyon, nagyon érdekes és gazdagítja a kiadást. Az alcímek ötletét a modern biblia kiadásokból vettem, amik ugyanúgy telerakják, hiszen hasonlóan ugye egy kicsit pikareszk szöveg, ami hát hol ide megyünk, oda megyünk, erről van szó, arról van szó, és gondoltam, hát ha ott lehet, akkor itt is lehet. A kérdésem igazából, mert azért az is van néhány, hogy a hűség témájával kapcsolatban, hogy Babicsnál nagyon kijön a katolikus teológiának, filozófiának a szakzsargonja, a képei, a különféle motívumok. Tehát amikor az ember, ha valaki jártas a katolikus filozófiában, teológiában, akkor úgy visszaköszönnek állandóan a képekben az alaptanítások. Azt tűnt föl legelőször, amikor olvastam, hogy ez ettől elszakad, szóval nem akarja visszaadni, nem úgy hűséges, hogy mindjárt értelmezi a 2000 évvel későbbre összeállt nyelvezetet, szaknyelvet, és akkor azt valahogy meg képeket, hanem először ez nekem nagyon furcsa volt, aztán kezdtem megszeretni ezt a fajta távolságtartást. A kérdés az ezzel kapcsolatban, hogy volt-e ez egyáltalán kérdés, hogy ezeket a teológiai alapfogalmakat, képeket, motivumokat hogyan adni vissza? Akár a legvégén ez egész Mária, hogy Bernát, ugye nem véletlenül, hogy Bernát fohászkodik, hiszen Bernáttól olyan szövegek is maradtak, hogy ide figyelj te Mária, én most itt állok előtted, és kérek valamit neked. Kutya kötelességet, hogy megted, amit én kérek meg. Ha én nem lennék bűnös, akkor te nem lennél az, aki vagy. De én bűnös vagyok, te meg az vagy, aki vagy, nekem köszönheted, tehát most teljesítsd a kérésemet. Szóval ez a fajta gondolkozásmód, hogy... Hát talán nehéz lenne most egy konkrét dolgot kiemelni, egy általános benyomást mondtam inkább, hogy kibújjak a válaszadásról. Tudok konkrét példát, vagyis hogy nem tudom, hogy ilyenre gondolta, hogy például az erények nevei, a bűnök nevei, hogy... Nem is erények és nem is bűnök. Egyrészt nem is erények és nem is bűnök, vagy 7 főbűn. Ezt a... meg hogy sarkalatos erények, ilyen szót nem is használ. Ezek mind a teológia szakszavai. És ezek, hogy ezekre lehet gondolni, valóban nem úgy vannak visszaadva, ahogy a magyar nyelvben legalábbis a pár évszázados hagyomány ezt előírná nekünk. És akkor itt át, vagyis hogy ez volt a kérdés, és ez szerintem úgy volt, hogy ez átgondolt, hosszú, nem, ez messze nem csak velem, beszélgetések révén alakult ki, hogy mi legyen, vagyis nem, volt egy eredeti koncepció, és akkor úgy. A Norbert még csak hagyján, de Kelemen János professzor, a filozófus, és hát ő kapálódzott erősen, ő is a legnagyobb gondossággal végigolvasta. Részben az ember mást akar adni, mint eddig. Részben egy kicsit, mint a fényképész, aki egy jól ismert szobrot vagy épületet, just is egy olyan szögből fényképez le, ami eddig nem láttuk. És akkor mindenki azt mondja, hogy jé, ennek a könyöke így kiáll, sose vettem észre. Vagy jé, ekkora feje van, stb. Stb. De... ez az egyik. Tehát az az olvasó, aki már olvasta, azt egy kicsit meg akartam piszkálni. Ne bólogassál itten nekem, hanem nézd csak meg. Hát ez a párizsi Notre Dame, amit azt hiszed, hogy 100-szor láttál, csak én most egy olyan szögből fényképezem, hogy azt mondod, hogy na hát ez az épület, ez micsoda. Egyrészt. Másrészt azonban én a fiatalabbakra is gondoltam. A fiatalabbak például joggal azt kérdezik, hogy a 7 főbűn között miért nincs ott a gyilkosság és az árulás. Hát van ezeknél rontább bűn? Nincs. Dante is maga megmondja, legalúra teszi ezeket. Hát akkor milyen fő bűnök azok, amik között ezek nincsenek?
katolikus lexikon, azt mondja világosan, hagyományos nevük hétfőn, valójában víciumokról van szó. Na jó, katolikusnak mindig könnyű a latinba visszamenekülni, hogyha valamit nem tud jobban megmondani. Vícium persze értjük, aki olaszul tud, hát más a peccato, a bűn, és más a vício, ami hát tulajdonképpen egy jellemhiba, egy rossz tulajdonság. Mondjuk az, hogyha valaki túl sokat iszik, vagy erősen dohányzik, vagy a szexuális életében bizonyos dolgokat túlzásba visz. Angolul is, ugye, sin, a bűn, és vice, ugye, V-I-C-E, ez az a másik. Most hát a magyarban nem könnyű erre példát találni, és ezért azt gondoltam, hogy én jellemhibának fogom fordítani, mint ahogy a katolikus lexikon egyébként elmagyarázza, hogy például az irigység, például a ugye gőg a hagyományos kifejezés, a gőg azonban ma inkább egy viselkedési forma. Olyan gőgösen köszönt nekem, az se szép dolog, de itt valójában az önteltségről van szó, hogy saját magamat magasabbra teszem, mint a többieken. Úgy éreztem, hogy a gőg az már nem ezt jelenti, vagy hát nem eléggé. Tehát úgy neveztem őket, hogy a hét fő jellemhiba, és akkor ebbe, hát ott van a hét. A legnehezebb, meg kell, hogy mondjam, azok a táplálkozással és a szexualitással kapcsolatosak voltak, mert a modern kor már ezeket nem ugyanoda sorolja. Tehát kétségtelen az embernek az érzülete ma is úgy van, hogy az önteltség, az irigység, a harag, a pénzimádat, a tétlenség vagy passzivitás, ezek nagyon csúnya dolgok. És akkor jön a falánkság, hát édes Istenem, hát értik. Meg a nem is tudom, minek fordítsam, ugye, a bujasság. Mi az, hogy bujasság? Hát egyáltalán, ha van ilyen, akkor pozitív értelme van, nem? Hát egy bujakert, meg hú, de jó, buja a kis csaj volt, meg ilyesmi. Tehát akkor megpróbáltam, hát igen, a falánkságot megpróbáltam túlfogyasztásnak fordítani, csak azért nem jó, mert a magyarban a fogyasztás a soványságra is érthető. Ugye nehogy a végén anorexiára gondoljanak az olvasók. Na, figyelmeztettek a lektorok, nem volt könnyű. Tehát végül is, hát igen, azt hiszem, talán mégis falánkságot írtam, talán, hogy majd megérzi az olvasó. De hát a szexualitással még nehezebb a helyzet, mert Dante egyébként nem kifogásolja, hogyha valaki szeret nemi életet élni. Erről ő egyáltalán nem beszél. Csinálja, amennyit jól esik, olasz volt, hát ez nem probléma. Vannak olyanok, akik ezzel kapcsolatban kerülnek a pokolba, de mind olyan, aki, hogy mondjam, elvesztette az önkontrollt, és tragédiába vitte a dolgot. Van a híres Francesca da Rimini, aki összefeküdt a sógorával. Na most ez most se nagyon gusztusos dolog, lássuk be. Ő férnél volt, a férfi nős volt, gyerekeik voltak. Mit tudom. Na jó, hát Istenem, ez még csak hagyján. De hát ügyetlenek voltak, és a férj rajta kapta őket, és mind a kettőjüket megölte. Tehát egy szörnyű tragédiához vezetett a dolog, a férj végül is a gyilkosságba, a feleség és testvérgyilkosságba sodródott, őket megölték. Ha olvasta volna a Rómeó és Júliát, Shakespeare, ami ugye 300 évvel később volt, én szerintem a Júliát oda tette volna. Oda tette volna, mondván, hogy kislányom, így nem lehet viselkedni, meg kellett volna mondani a szüleidnek, hogy férjhez mentél. Kaptál volna két nagy pofont, jó van, hát agyon nem vertek volna. Így viszont a makacs hallgatásával és a hazudozásával négy fiatal személy halálát okozta. Ez bizony oda tartozna. Ismétlem azonban, ezt ma nehéz elmagyarázni, oda is írtam a lábjegyzetbe, hogy ő magában nem bírálja, hogyha valaki szeret. Kefélni már, bocsánatot kérek, hanem azt bírálja, hogyha az állatiasság túl uralkodik, és az önkontrollt elveszítjük, és bajba sodorjuk magunkat vagy másokat. Hát a fogyasztás meg nekünk igazából ma már akkor inkább a pénzészségbe tartozna bele, hogy javakat akarok mindenképpen, de hogy ezt most én megeszem, hát ugye értik, az ő idejükben az élelmiszer az egy sokkal nagyobb dolog volt. Hát most bemegyek a közérbe, és ott van egy francia sajt. Akkoriban lehet, hogy a gyerekeimtől kellett megvonni a falatot, mert nekem az volt a mániám, hogy én Franciaországból hozatok sajtot.
és a fél jövedelmem ráment. Ez ki is derül, szegfűszeget használtak. Szegfűszeget, kérem, bizonyos ifjú ilyen japik Firenzében, ami rettentő drága volt, mert Indonéziából kellett szállítani. Ugye ezeket nehéz megérteni. Ilyenkor bizony úgy éreztem, hogy ezeket kicsit csökkentem. Legyen inkább az irigység, az önteltség, a harag és ezek. Nem tudom, hogy esetleg a hallgatóságnak lenne valamilyen hozzászólása vagy kérdése az elhangzottakhoz. Most megnyitnánk a teret erre. Amíg a tisztelt hallgatóság készül, akkor elmondom, hogy némi árengedménnyel kapható ez a könyv itt hátul. A kolléganő majd segíteni fog árusítani, és amennyiben óhatja valaki, akkor örömmel dedikálom. Tehát majd kifelé menet lehet ott hátul vásárolni. 6000 forint az ára. Javaslom, hogy aki kérdezni akar, jöjjön ki. Tamás, Mohai Tamás. Én nagy örömmel olvastam ezt a könyvet végig, igazán nagy örömmel, és azt gondolom, hogy a fordítóktól nem csak fordítói kérdést lehet föltenni, hiszen belemerültek egy világba, tehát hogy nagyon jól értitek ezt az egészet. A két kérdésem, az egyik, hogy a Beatrice azonosítása a hittudománnyal, ami lábjegyzetben is meg itt-ott úgy megtörténik, hogy ez vajon, ezt hogy kell érteni? Mert én azt jól értem az egész műből, hogy Dantének a sugallt üzenete az, hogy az egész világot a szeretet mozgatja, és ez a szeretet valójában egy személyes szeretet, embert emberrel összefűző szeretet, és ez az ő számára a Beatrice-ben testesül meg. De akkor miért kell azt gondolni, vagy miért áll fönn ez a javaslat, hogy az a Beatrice, aki őt vezeti ebbe az egész transzcendens világban, hogy ez valójában a hittudomány. Hát a hittudomány az valami nagyon földi dolog, a teológia az elmúlik, ugye az összes tudományokkal együtt tudjuk, Szent Páltól, a tudományok elenyésznek, a hittudomány is elenyészik, marad egyedül a szeretet. Tehát ez lenne az egyik kérdésem. A másik kérdésem meg az lenne, hogy ti azt értitek-e, hogy van az, hát az ember, ha önmagában néz, jezsuitáktól megtanuljuk a napi kétszeri lelkiismeretvizsgálatot. Ugye délben is, meg este is. Három van? Te jó ég. Tehát azt mindenki tudja saját magáról, hogy sokféle gyarlóság terhel minket, és hogy hát ritka az az ember, aki egyféle bűnt követel. Itt mégis azt látjuk, hogy a pokolban minden körben egy bűn miatt vannak ott. Ez a Dante nem tudta ezt az alapvető dolgot, hogy az ember nem ilyen egy sikú, hanem mindenkinek sok bűne van. Tehát, hogy ezt ti hogy látjátok olyan emberként, akik ebben a világban nagyon otthon vagytok? Az első kérdésre, hát arra nehéz válaszolni, mert az első kérdés az olyan, hogy hát az a legfontosabb kérdés ennek az egész Dantének szerintem. Már annyi könyvet írtak Dantéról, és én már úgy várom, hogy erre a kérdésre egy ilyen kis könyv szülessen már, hogy ezt megtudjam, hogy mi erre a válasz. Erre még nem írtak választ, és én sem nagyon tudok. Azt lehet mondani, ami úgy benne is volt a kérdésben, hogy valószínűleg úgy van, hogy a Beatrice azért a hittudománynak a hát ilyen szimbolikus alakja, mert hogy nem a hittudománynak, bocsánat, ezt meg kell mondani, hogy a hittudomány és teológia az úgy függ össze, hogy a középkorban a teológiát azt az ő etimológiai értelmében Isten szavának vették, vagyis Bibliának, vagyis kinyilatkoztatásnak, vagyis csodának. És mint csoda, Beatrice, az az ember számára, vagyis az ember számára az a csoda, hogy van egy másik ember, aki őt elvezeti Istenhez. Hát körülbelül ennyit tudok erre válaszolni. A második kérdés tekintetében viszont átadom a szót a fordítónak.
Ja, nem, nem kell. Még azt tenném hozzá, hogy talán a dramaturgia kedvéért, mert Vergilius is vezeti őt, és nagyon okosakat mond, de maga Vergilius egy párszor elmondja, hogy ezt már én nem értem, fiacskám, ezt már Beatrice-től kell megkérdezni. Ezzel Dante tulajdonképpen azt jelzi, hogy a pogány ember bármilyen okos és igazán kiváló ember volt, egy szintnél följebb nem juthat el. Ha tetszik, ezért van tulajdonképp, mint egy ilyen tandrámában, egyik oldalról Vergilius beszél, másik oldalról Beatrice, és akkor az ő szájába adja, hát a saját, persze, hát hittani vagy teológiai meggyőződéseit. Jó, tehát, és egy csomó dolgot csak Beatrice tud elmagyarázni neki. Szerintem ez azért is kell, hogy a kontraszt meglegyen kettőjük között. Hát a pokolban, igen, valóban van egy pár hely, amikor azt mondja Dante valakinek, hogy te itt, hát te inkább, nem tudom én, aranyhamisító voltál, miért vagy te a rablók között? És akkor azt mondja, hát azt még csak hagyján az aranyhamisítás, de kiraboltam egy templomnak az egész hát, kegytárgyi gyűjteményét. Tehát egyszer-kétszer van ilyen, de valóban így van. Én szerintem ez egyszerűen dramaturgiai okokból van, hogy az egyes szereplők egyes dolgokat mutatnak föl. Lehet, hogy ez volt az ő legnagyobb bűnük, tegyük föl, fogadjuk el jó indulattal, hogyha Dante valakit a tolvajok bugyrába tesz, akkor az nem ölt. Mert hát akkor elvileg lejjebb kéne lenni. Tehát ezt, azt képzeljük, hogy mint az alma osztályozóba, ugye úgy potyognak le sorba, és akkor hát aki a nemiség örülete miatti tragédiák miatt van, ott, ahol van, arról tegyük föl, hogy nem loptak egyébként az illetők. De hát ezt, erről ő egyébként valóban nem beszél, és ez szerintem csak a didaktikus okok miatt van. Csak azért úgy is fel lehet fogni, hogy a kérdésben az is benne van, hogy, vagyis hogy úgy is van ez azért, hogy mi is tudjuk magunkról, hogy melyik a legnagyobb bűnünk. Tehát, hogy és a, hát az ismerőseinkről meg sokkal jobban tudjuk. És azoknak is van számos bűnük, de tudjuk, hogy mi az az igazán, ami az ő legnagyobb baja. És ezt magunkról is tudjuk, és hogy mondjam, a bűn az, amikor az emberi személyiség elferdül. És Dante azt mondja, ez azért van itt, mert az ő személyisége azért ferdült el, amit csinált. Lehet, hogy lopott is, de attól nem ferdült el a személyiség. Így van, így van, így van. Van olyan, aki egyébként számos bűnt csinál, de, és furcsa módon a kisebbért van ott, vagy hát a beosztás szerint a kisebbért. De az volt az ő lelkének torzulását okozó jellemhibája. Tamás, az egyik, ez a teológia és a hittudomány, ez nem ugyanaz. Ettől féltem. Hogy a hittudomány beszél a hitről, az ember hitéről, közvetetten persze Isten adományáról ajánl minden. Teológia direktben Istenről beszél. Istenről, aki szép, aki gyönyörű, aki okos, aki nagyszerű, aki szeret, aki szeretett, tökéletes, minden. Tehát az, aki az Istenről beszél. És hogy nyilván, ha valaki szeretettel szól, akkor az valahogy megnyílik az Isten szeretete felé is a hallgató, megnyílhat. És ugye a szeretet, ami mozgat csillagot, napot, mindent, tehát a szeretet forrás az Isten, aki erről beszél. És Dante Beatrice-ével tulajdonképpen ez a fajta szeretete, ez valahogy rányítja az Istenre. Én csak egy szerény egyén megértésemet akartam hozzátenni. A másiknál pedig a bűnnel kapcsolatban, hogy azt gondolom, hogy valahogy nagyon jó lenne talpára állítani a dolgokat. Nem úgy történik, hogy én elkövetek egy rosszat, Isten figyel állandóan, és ír, és akkor oda kerülök, akkor bum, mész a pokolba, hanem sokkal inkább a bűn és a bűnhődés összetartozása. Tehát ha én csinálok valami rosszat, akkor az engem eltorzít, akkor az engem megköt, akkor az engem kiforgat önmagamból, akkor én más leszek. És addig, amíg vissza nem változom, addig
Na most, hogy vannak olyan végzetes fogságba ejtő torzulások, talán ez az a dolog. Segít, hogyha az ember gondol a keleti megközelítésre, ugye a karmára, bármit csinálsz, annak van következménye. És az nem tudod levetni, mint a ruhát, az megy veled mindenhova. Megy a halálon túl is. Tehát valahogy sokkal inkább ez a... Köszönöm szépen. Én személyesen kezdeném, én 14 éves voltam, amikor először olvastam az isteni színjátékot, és ebből tartottam az első irodalomórát, és csak a pokolig jutottam, de az megigézett engem egy életre, és hát eltelt néhány évtized, és most rájöttem, nagyon vártam ezt a kiadást, és rájöttem, hogy én ott, hát lehet, hogy most már ideje lenne tovább lépni ebben a dologban, és hát a tegnapi este az nagy segítségemre volt ebben, és az csak egy visszajelzés, hogy lenyűgöző élmény volt nekem is, hogy a lábjegyzetek nem törik meg a szöveg olvasását, egyáltalán nem törik meg, hanem épp hogy tovább viszik azt. A következő az egy más álláspont, szerintem úgyis rendkívül fontos a mértékletességnek ezek a testi síkjai. Én ezt máshogy látom, mint a fordító, és amúgy akár a nagy pszichiátriában, akár a hétköznapi szinten a nyugati világ legnagyobb problémája, már hogy lelkieredetű, torzulásos problémája legnagyobb számban, a táplálkozás zavarok, a legnagyobb bugyor, maradjunk a bugyor szónál, ami van, és a szexualitáshoz kapcsolódó olyan sebzettségek, amik ugyanúgy az elválasztottságból fakadnak. Szóval azt is gondolom, hogy a mű olvasása, vagy van benne egy ilyen burkolt tanítás is ahhoz kapcsolódóan, hogy itt már rég nem arról van szó, hogy sokat teszik vagy nem, hanem egy olyan elemi, hiány állapotnak a pótlása, ami egy önpusztításhoz vezet. Úgyhogy szerintem ez nagyon, ebből a szempontból is nagyon gazdagító. A harmadik pedig az a kérdés, ami hát én azt nem tudtam, sokat nem tudtam, de azt se tudtam, hogy ez hát engem lenyűgözött ez, hogy akkor a húsvéti napi beosztáshoz hogyan kapcsolódik a történet, ez a túra vezetés, ez szerintem brilliáns. Hogy gyakorlatilag kilométerre tudom, mennyi a szintkülönbség, mi van még vissza, hol veszélyes, hol jön a vizé, a létra, hol ócska a lánc, és így tovább. És hát, mint ahogy a keresztes Szent Jánosnak a lélek sötét éjszakája, az nagyon fontos lett a pszichoterápiában, úgyis, mint az életközépi válság és a spirituális krízisnek a belső kottája, a nagyon-nagyon gazdagító lélektani tapasztalatokkal járt, ahogyan ez is, tehát a kérdés ahhoz kapcsolódna, bár lehet, hogy nagyon személyes, hogy a munka közben hogyan gazdagodott-e, akár a húsvét, milyen új olvasatot hozott ez a munkálkodók számára. Nekem már a bevezetőben is sokat. Köszönöm. Ha kaphatok választ. Talán nincs szükség gondolkodási időre, de addig, amíg a válasz jön, hadd mondjam, nehogy látom, hogy kezdenek már emberek menni, és nem szeretném, ha bárki megrövidülne, egy örömhírt mondok, hogy ezek az estéink és találkozásaink mind ingyenesek, de azért valamiből élünk, tehát ha kiadományokat akar és tud adni, ott van egy ilyen doboz, tehát ha elmegy valaki, megfontolhatja. Hallottuk a hírét régi faragóknak, kik mindent egyforma türelemmel róttak, nem törődve azzal, hogy is van, ki mit lát és mit nem. Úgy is látja szobrát, gazdájuk az Isten. Babics Mihály. Szóval nem tudom, olyan volt ez, mint egy templomot építeni.
hogy hát persze, hogy azért építem, hogy beköltözön a Jóisten, és hát én nagyon remélem, hogy ő itt jól érzi magát. De az én dolgom az volt, hogy mekkora az a kő, hova kell tenni, vigyázzatok fiúk a csigával, hol a malter, mit tudom én, nehezen szembesülök. Én nagyon hajlamos vagyok a rajongásra, és ettől óvni kell magát, legalábbis a magam fajtának. Ha közel megyek, megégek. És ezért inkább rakom a téglákat. Szépen igyekszem minél közelebb, hát ennél közelebb kevés könyvvel lehet jutni, hogy így mondjam, inkább templomot építek, mint vasútállomást, de persze az is kell, meg hát lehet, hogy azt is mosolyogva nézi az Úr, hogy milyen szép vasútállomást épít valaki. De ez az igazság, igen, igen. Szóval, hogy én jó, egy évben kétszer-háromszor elmegyek templomba, meg a nagy ünnepeken, meg szerettem a zenét, meg hát persze a fiatalkor jön vissza, meg minisztráltam, meg mit tudom én, latinul még mindenre emlékszem, de hát ez van, volt helyette. Ez az igazság. Ide jártam 8 évig templomba. De mondom, nem azért tulajdonképpen, nem mindig misekor, hanem építkezéskor, mikor már elmentek a hívek, és akkor ott várt a malteros vödön, és én nagyon jól éreztem magam. Na. Mondjad. Én meg úgy éreztem magam, én nagyon sokszor rácsodálkoztam, hogy milyen szép ez a templom. Viszont én meg úgy éreztem magam, mint egy plébános ebben a templomban, aki úgy kicsit ismeri a híveket, és én csak annyit tudtam mondani, hogy ide a kapcsolót, itt ülnek a gyerekek, ide. Az pedig, hogy az egész hogy épül fel, azt csodálattal néztem, mint magát, azt a vázlatot is, vagy azt a képet is, amiről ez készült. Nagyokat vitatkoztunk közben azért Istenről is, pokolról is, mindenről is, persze, hát adódott. De könnyebb akkor, ha egy szöveg van az ember előtt. Mert csak úgy leülni, hogy azt mondom, hogy na most akkor van Isten, hát ez így nehéz. De mikor úgy egy tégla egy kicsit odébb áll, és akkor az ember azt mondja, hogy hát a fene hegye meg, hát úgy látszik, mégiscsak van Isten, mert nem szakadt le az épület, holott ez a tégla ferdén áll, meg ezekből könnyebb. Na jó, igen. Volt egy sor, amit én így fordítottam volna. Beléptem, ez most nem pontos, s rám világlott az ég összes lámpája. Szép. Köszönjük. Én a többször említett lábjegyzetekhez kapcsolódik a kérdésemmel. Felteszem, hogy minél szélesebb körülmerítést alkalmazott a forrásanyag összeválogatásánál. Az volna a kérdésem, hogy melyek azok a művek, amelyeknek a legnagyobb hasznát vette, vagy amelyekre a leginkább támaszkodott? Hát van is, meg is vannak említve. Hát ugye ez a bizonyos Vandelli, amit a Speis polcon találtam. Aztán szétrongyolódott, és megvettem ugyanazt még egyszer. Van egy olasz kiadvány, egy Chiavacci Leonardi nevű tudósnőnek a munkája, ami végigmegy az egészen, és nagyon alapos. És van hát 2 vagy 3 angol, a Múza, a Mandelbaum, a Sisson, amelyek bőven vannak kommentálva. Van a német Gmelin féle, hát szóval még internet is van. Nagyon szépen, egy Dartmouth nevű amerikai egyetem, ahol szépen rá lehet klikkelni, hogy melyik rész hanyadikének hanyadik sora,
és akkor ő elmondja, hogy ahhoz milyen kommentárok léteznek. És akkor bizony volt úgy, hogy végig pergettem, hogy jó, ez is ezt mondja, ez is ezt mondja, hopp, ez mást mond, nézzük csak meg, és akkor hát ezekből lopkodtam össze az anyagon. De bizony volt, hogy meg kellett nézni, hogy hú, nekem gyanús ez, hogy mikor született ez, és akkor kiderült, hogy nem akkor született. Hát gondolom, ezt mindenki tudja, aki ilyesféle munkát végez, hogy igazán soha semmi egészen nem stimmel, és azért mindent újra meg kell nézni. Az enyém se stimmel egészen, de egy csomó dolgot azért megnéztem. Ádasdi Ádámmal én most találkoztam másodszor. Ugyan egy évvel ezelőtt volt egy találkozó Bér Rudolf festőművész barátomnál, ahova én meg voltam hívva, de más irányú elfoglaltságom miatt nem tudtam elmenni. Én szerettem volna akkor, én hallottam már, hogy te fordítod Dantét. Ugyan nem akartam véletlenül se Babiccsal összekeverni, mert én Babiccsal kezdtem a munkámat, de én most nem kérdést szeretnék föltenni, hanem csak gratulálni szeretnék neked. Elsősorban azért, mert aki Babics után veszi a bátorságot magának ahhoz, hogy egy ilyen szent fordítás után nekiáll és elolvassa, és az a szeretet, amivel most itt ezen a beszélgetésen megismertük, vagy visszatükrözted azt, hogy te milyen szeretettel és örömmel és boldogan fordítottad minden részletére odafigyelve az eredeti műnek és az olaszra való fordítással összevetve a nagy művet, az isteni színjátékot. Én úgy gondolom, ez számodra is öröm volt és boldogság volt, hogy csináltad. Szívből gratulálok ehhez. Köszönöm. Nyilván végig kellett járnod a poklor bugyrait. A tisztító tűz állomásait. Párkányait. És párkányait. Igen. Csak kerestem azt, hogy köszönöm, hogy kisegítettél. És aztán, hogy a paradicsomnak a fennkölt felhői közé ülhessél, és onnan szemlélhessd, vagy az ott megszólaltatott, akár Beatrice mellől, Dante felé és az Isten felé való látást, az Isten látást megtehest. Szívből gratulálok neked ehhez. Köszönöm szépen. Mint maga Dante is, ugye azt hiszem a purgatóriumban azért az önteltség párkányán fogok. Ő is, ugye elmondja, hogy igen. Irítség, hogy nem annyira, meg harag, nem annyira, tétlenség, nem. Nincs ez a probléma. Mert följebb apróságok adódnak, de igen. Hát azért egy nagy adag hübrisz kell ehhez, de hát különben meg nem lehet dolgozni. Hát tessék megnézni egy modern katedrálist. Hát honnan veszi a bátorságot, hogy betonból meg üvegből megépítsen egy gyakran nagyon szép, igazán lélegzet elejtő gyönyörű épületet, mikor ott vannak a régiek. De ő azt mondja, hogy most megmutatja. Hát tulajdonképpen igen. Hát tulajdonképpen igen. A Verdi vette a bátorságot, hogy a Requiemet írja, amikor már Mozart megírta. Én is Babiccsal kezdtem, de azért én egy kicsit lejjebb hoznám a mennyországot, meg a fordítását. Azért, hát először is a Babics abban korábban, amikor fordította ezt a művet, ugye a fia lehetett volna a most fordító Nádasdy Ádám. A Nádasdy Ádám mögött van mondjuk 55 évnyi magyar nyelvi kultúra, Babics mögött meg volt, hát sokkal kevesebb. Hát meg én... Meg én olasz szakot végeztem, és akkoriban még olasz szak nem volt, amikor itt volt. Azért minden tisztelet mellett, azért mégiscsak azért a Babics nyelvi zsenialitása
van a mérleg egyik serpenőjében, és a másik az, hogy kerékbe törte a magyar nyelvet abban a fordításban. Fölborulatlan szórendek, indokolatlan félmúltok, helyesírás hibák, tömkelege, pusztán a ritmus kedvéért, röviden ékezetek. Tehát, hogy bocsánat, tehát az egy nagyon-nagyon nehezen olvasható szöveg, mert az ember soha nem tudja, hogy ki beszél, ki ez beszél, és de ez csak egy reflexió. A kérdésem az lenne, azért a magyar dantelek fordításokban van egy már félbe maradt fordítás is, és hogy 8 év nagyon rossz idő. Azért ez a 14 ezer sor, ez rengeteg, ez a tempó nagyon csúcsíve. Tehát soha nem érezted úgy, hogy eleged van, és pokolva vele, és félreteszed, és inkább fordítasz Shakespeare-t, vagy tanítasz nyelvészetet. Tehát, hogy elégedül egyének, van, aki ezt megcsinálta, és abba hagyta. Szóval, hogy neked mindig ott volt a tetőn, hogy ezt végig kell. Igen, igen, igen. De hát mondjuk, közben szüneteket tartottam, élni is kellett valamiből, mert hát jó, ez azért úgy nem tartja el az embert. Tehát fizették rendesen, de hát azért nem úgy. És, de nem, ez valahogy, ezt meg kellett csinálni, ez természetes volt, és amikor kész volt, akkor küldtem a herceg primásnak egy példányt, akit már nem hívnak herceg primásnak, de mindegy, otthon így mondtuk még, és mert úgy éreztem, hogy tudós ember, még az is lehet, hogy belenézett, vagy elolvassa számos teendője mellett, de ez egy szimbolikus dolog volt, azt akartam, ő a legmagasabb rangú pap Magyarországon, tehát itt legyen a kezében. És egy hét múlva, egy két soros levélben nagyon udvariasan válaszolt, hogy tisztelt Uram, értékes küldeményét megkaptam, és további jó munkát kívánok, Erdő Péter. Ezt muszáj volt végigcsinálni, nem lehet. Előbb elfelejtettem annyit. Számomra Babits fordítás egy korábbi állomáson kezdődött, ugyanis 94-ben, 96-ban, 98-ban a Ravennai Dante Biennálére kaptam meghívást, és az egy munkát, egy opuszt kellett, hogy szüljön. És ennek kapcsán én akkor ott kezdtem el a fordítást. Rettentő nehéz volt, nagyon nehéz volt megérteni, és amit az előbb megszólításként hallottunk, nekem is rettentő nehéz volt átvergődni azon a nyelvjáráson, amit Babits a fordításnál használt. Nádasdy Ádám fordítását nem volt szerencsém még olvasni, volt a kezembe a könyv, csak belelapoztam. Az érzésem az, és az itteni beszélgetés kapcsán is, meg amit elolvastam, abból azt szűrtem ki, hogy olvasni könnyebb, megérteni is könnyebb, de lábjegyzet nélkül nem lehet elboldogulni a dantei műn. Ugyanis még annak is szükséges ez az átadás és a közönség felé való megértés tekintetében, aki esetleg eredeti latinba vagy eredeti olaszba tudja olvasni és megérteni. Ott se lehet könnyű. Akkor eljött az idő, hogy lehetőséget kapjon a művész úr a személyes bemutatására a kiállításának. Köszönjük szépen a mai estét, ez igazán elejétől végig annyira élvezetes volt, ahogy körülnéztem állandóan. Köszönjük szépen. Hát valami nagy tapsot azért tudunk.